Magyar vagyok címmel tartottak ünnepi megemlékezést tegnap este június 4-e a Nemzeti Összetartozás napjának 10. és a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából Óbecsén, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. A rendezvényen versek és dalok hangzottak el a magyarságról, a szülőföldről és a hazaszeretetről. Dezső Dóra versmondó és Szűcs Miklós népdalénekes előadásában, akik Kunszentmártonról érkeztek. A Nemzeti Összetartozás napján a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör kistermében megrendezett megemlékezésen Illés Péter, a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum igazgatója ünnepi beszédében Trianont valamiféle világító toronyhoz hasonlította, amely megmutatja az irányt, hogy hol vagyunk, honnan jöttünk és hová tartunk. És akkor a kérdés az, hogy ha mindez megvolt, akkor mi most Trianon? Kedves ünneplőket, nyilván nem tudom a választ, de valamiféle világítótorony, valamiféle dolog, mint például a göncölszekér útja, vagy akár csontvári magányos cédrusa, valami olyan dolog, ami mutatja, hol vagyunk, kik vagyunk, honnan jöttünk és hová tartunk. Nekünk, tisztelt barátaim, nincs más dolgunk, mint továbbra is követni ezt az irányt. Továbbra is követni ezt a fényt, és mindezen tudást átadni a következő generációnak. Az ünnepi megemlékezést az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör és az Óbecsei Népkönyvtár szervezte.